Megvan a sorsolás a legjobb nyolc közé jutásért a bajnokok ligájában. Az erőviszonyok jelen pillanatban szerintem kiismerhetetlenebbek, mint valaha, de azért megpróbálom gyorsan kibogozni őket. Sziasztok, én Haraszti Ádám vagyok, a SportTV riportere, és ahogy azt megszokhattátok, az újabb sorsolás követően már is jön az esélylatolgatás. De mielőtt belevágnánk, mindenképpen meg kell emlékeznünk Gerard Uliéről, aki életét veszítette 73 éves korábban. Megfordult ő ugye a francia válogatott szövetségi kapitányi pozíciójában dolgozott az Aston Villánál és az Olympic Lyonnál, de azért azt gondolom a legtöbben Liverpoolból fogtok rá emlékezni. Számomra pedig örökre emlékezetes marad az az UEFA kupa döntő, amelyet ugye megnyertek az Alavessel szemben. Az a futballmérkőzés minden idők legszenzációsabb, legfantasztikusabb mennyi volt, amit én láttam azok közül legalábbis biztosan, és nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy bármi is felül tudná ezt múlni, nyugodjon békében. Menjünk szépen sorjában, akkor kezdjünk rögtön a Mönchengladbach Manchester City találkozóval, ahol a Gladbachon azért nagyon látszik a kettős terhelés az idei szezonban, a Manchester City pedig, hát oké, okay, azért nem úgy teljesít egyelőre a bajnokságban, ahogy azt vártuk tőlük, de azért nekik talán még többet tud segíteni majd az a hátralévő másfél-két hónap, amíg megkezdődnek majd ezek a párharcok a Bajnokok Ligájában, ugye február vége felé játszák majd az első mérkőzéseket. Egyébként is nyilvánvalóan a Manchester City kellene minden tekintetben az esélyesebb legyen ebben a párosításban. Ők fogják otthon játszani majd a második mérkőzést, úgyhogy azért itt jelöljük meg szerintem tovább a Manchester city -t. A Láció Bayern München párosítás esetében talán még egyszerűbb a helyzet. A Láció ugye jelen pillanatban a 9. helyen áll az olasz bajnokságban. Oké, a Bayern sem vezeti a Bundesliga-t, ami már önmagában meglepetés, de bármi is történt, akár a hétvégén, meg akár eddig ebben a szezonban. Azért nem gondolnám, hogy ennek a Lációnak sok esélye lenne alapvetően a Bayernnel szemben. Na hát, hogyha valahol nehéz tippelni, akkor az az Atletico Madrid Chelsea párosítás, már csak azért is, mert a londoniak játszanak majd hazai pályán, a visszavágó alkalmával, Egyébként is ígéretesebbnek tartanám összességében Lampard keretét, vagy nagyon szimpatikus nekem, ahogyan ezt a csapatot összerakták erre a szezonra. Voltak is abszolút olyan jelek itt az utóbbi hetekben, hogy kezdi megtalálni abszolút a játékát, meg a formáját a Chelsea, erre aztán ugye vereséget szenvedtek az Evertontól. Enélkül is azért azt gondolnám, hogy az Atletico az esélyesebb, már csak azért is, hogyha megnézzük, hogy mennyire Ilyen szinten talán még kevésé rutinosnak mondható játékosokban áll össze. Ez a Chelsea nyilván Lampard edzői tapasztalata is jóval kevesebb, mint amit Diego Simeone fel tud mutatni, és akkor még azt is hozzátehetjük, hogy ugye az Atletico vesztett pontok tekintetében vezeti jelen pillanatban a spanyol bajnokságot, úgyhogy azért én itt inkább őket várnám tovább jutónak majdnem ugyanennyire nehéz tippelni azt gondolom a Lipcsa Liverpool párosítással kapcsolatban is, de azért az nyilvánvaló, hogy a Liverpool jobb csapat, jobb a keretük, akármennyi sérültjük is van most per pillanat, meg lesz mondjuk majd februárig, de azért várhatóan egy kicsit addig azért csak kiegyenesedik ez a dolog az ő részökről. Persze lehet, hogy a Lipcsénul ugye már addigra lesz egy Szoboszlai Dominik is, akinek meglátjuk majd, hogy milyen szerepe lehet egyáltalán ebben a párosításban. Pikáns azért ugye ez a párharc Bulácsi Péter szerepe miatt is, aki ugye eltöltött elég sok időt Liverpoolban. Minden együtt szerintem itt azért a Liverpoolnak kell tovább jutnia, már csak azért is, mert ugye ők játszák majd a második mérkőzést otthon. A Porto Juventus párharc azért kevésbé tűnik, megjósolhatatlannak, persze a Juventus sem úgy megy feltétlenül ebben a szezonban, ahogy azt várnánk tőlük, de ez a Portoval kapcsolatban is elmondható, jelenleg csak harmadikak a portugál bajnokságban, hiába szerezték meg Felipe Andersont, azért annyira nem néz ki jól, ez az idei keret sem, ez a portó most nincsen igazából jó formában sem szerintem, persze messze vannak még ezek a mérkőzések is, Pirlo sem biztos végül is, hogy addig a Juventus edzője marad, de azért azt gondolom, hogy ő fog ott ülni a padon azon a meccsen, mondjuk ez inkább merülhet fel, akkor már Sergio szemben, nem tudom, hogy mennyire lesznek vele kapcsolatban türelmesek majd Portóban, de tényleg azért ez még odébb van, mindennel együtt azért egyértelmű, hogy itt a Juventus az esélyesebb. Jön a párosítás, Barcelona, Paris saint nagyon nehéz bármit mondani, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz Neymarral. Ez egy elég érdekes kérdés, hiszen hogy ugye hordágyon kellett levinni a hétvégi mérkőzést követően. Nem tudjuk, hogy mi lesz Ronald Kumannal. A Paris Saint-Germain fogja otthon játszani a visszavágót, ugye ez is azért lehet nekik előny, az is, hogy nincsen már a Tunei a kispadon, hogy elbaltázza a taktikát majd a második mérkőzésre. A Paris Saint-Germain sem megy úgy feltétlenül, hogy a francia bajnokságban megint csak, mint azt egyébként elvárnánk tőlük a hétvégén. Ugye vereséget szenvedtek a Lyontól, csak a harmadik helyen állnak a ligönben, ami azért hogy elég furcsán ki magát. Én merek egy olyan tippelni, hogy addigra már nem Ronald Koeman lesz mondjuk a Barcelona edzője, akkor azért már is sok minden megváltozhat. A csapatjátékával kapcsolatban is nem tudom, hogy behúznak-e valakit még itt a térjátigazolási időszakban a Paris Saint Germainnél, ezt ugye egy fokkal kevésbé tartanám valószínűleg. Úgyhogy akkor tippeljük azt, hogy a Barcelona megveri a Paris Saint abban az esetben, hogyha nem Ronald Koeman lesz a vezető edzőjük addigra. A Sevilla Borussia Dortmund párosítás is nagyon kiegyensúlyozottnak mondható szerintem. A Dortmundnál ugye már is megtörtént az edzőváltás, de ugye Lucien Favre másod edzője veszi át az irányítást. Nem tudom, hogy mit várjunk tőle, nagyon nehéz ezzel kapcsolatban bármit is mondani. A Sevillának azért az a helyzet előnye megvan, hogy egy olyan edző ül a kispadon, akinek azért van tapasztalata, ezzel a csapattal európai kupát nyertek, így fognak neki tudni ennek a Dortmund elleni párharcnak, de a visszavágót majd ugye Németországban játszák, jó, persze nézők nélkül, Összességében azért azt gondolnám, hogy a Dortmundnak jobb és összeszakottabb a kerete. Nagyon nehéz ezzel a párharccal kapcsolatban bármit mondani. Most ebben a pillanatban azt mondom, hogy a Sevilla tűnik egy pici esélyesebbnek. És akkor itt van zárásként az Atalanta Real Madrid párosítás, na itt megint ugye azért rengeteg kérdőjel, Zidán jövőjével kapcsolatban is akár ő lesz a vezető, de hát ugyanezt elmondhatjuk most per pillanat Gasperinivel kapcsolatban is. Nem tudom, hogy mi ez a hatacári ugye közte és papugom eszközött. Itt is ugye minimális előnye van a Real Madridnak, hogy ők játsszák majd hazai pályán a visszavágot, vagy Madridban, vagy nem is tudom, mit mondjak már ezzel kapcsolatban. Zizónak egyébként is jobban szokott menni a bajnokok ligájában, mint a bajnokságban. Persze, akkor most megint a kérdés, hogy ő lesz az edző, de szerintem ő azért jobb eséllyel kapaszkodhat meg ebben a kispadban egészen addig, úgyhogy jelöljük itt meg, akkor tovább a Real Madridot. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Ha tetszett, légy, nyomjatok rá a like gombra, és mondjátok el a véleményeteket egyrészt a videóval kapcsolatban is, de inkább a párharcok kapcsán, hogy ti mit gondoltok, melyik párosításból ki fog majd továbbjutni. Az elég egyértelmű, hogy nagyon messze vannak még ezek a mérkőzések, úgyhogy biztosan vissza fogunk tekinteni ezekre majd még egyszer tavasszal, mielőtt lejátszanak az első meccseket. A héten még jön mindenképpen, ugye, a mezes videó folytatása a legvénábra sikerült idei klubmezekkel kapcsolatban is ígértem nektek, ugye, egy újabb könyvajánlott, Beredani angol című könyve már meg is érkezett, úgyhogy ezzel kapcsolatban is majd némi nemű értékelést itt a héten. Úgyhogy már csak ezek miatt is érdemes lehet feliratkozni a csatornára, ha ezt is megteszitek. Külön megköszönöm azt meg végképp, hogy ideig kitartottatok a videóban. Sziasztok!